Nekünk az volt a feladatunk, hogy mi ezt Benedek Elek apótól úgy tanultuk, ugye ő már rég nem ért, hogy jártuk az olvasókat, jártuk. Én évente, hát itt Magyarországon is, amikor jönni lehetett, én évente 30-40 találkozót tartottam. És még egy másik dolog, az nem úgy volt, hogy tiszteletdíj, meg nem tudom, hogy micsoda. Romániában se. Romániában először is én egy gyereklapnál dolgoztam, a Napsugár. Az 75 ezer példányban jelent meg. Magyarországon nincsen olyan, az egész Duna-medencében nincsen ilyen. Ma is megjelenik ez a Napsugár 12 ezerbe. De ez már olyan, hogy egy írást, ami most megjelenik, azt mi nem közöltünk volna be. Az Írószövetség választmányának a 10-ből 4 tagja a Napsugár szerkesztője volt. Volt úgy, hogy az Írószövetség magyar elnöke nem volt tagja a választmánynak, de és a románokról, és amiket mondom, például ezt nem tudom, mikor csinálná meg, nekem megjelent az első román kötete, először egy ilyen füzetecske. Igénytelen, ez volt a legszebb versek. Ez a címe, románul is, Cseremás Mumasze Poézi. Ez egy ilyen sorozat volt, 3 lej 50. Bari, ez mit mondjak, 5-6 forint volt. Úgy is nézett ki. Hoztam is, jellemző, hoztam is, például Nagy Lacinak Isten nyugasztalja. És odaadok egy dedikált példányt neki, meg a feleségének. Ez mi, édesem, mondja Laci. Mondom, hát versek vannak. Ebbe versek? És így megy a szemétkosár felé, és így dobja, és megfújja, elkapom. És azt mondom, de vigyázz, mert ez 20 ezer példányban jelent meg. Micsoda? Tisztáság! Az én luxus kötetem 5000-ben. Ja, mit csináljunk, Laci? Te csak 10 milliónak dolgozol, de én 2-nek. Legutóbb leírt néhány. Nézd, így. Én úgy gondoltam nekem, az a dolgom, hogy 3 valamiről írjak. Egyrészt, én egy napon születtem egy kis csikóval, és egy kis kutyakölyökkel. A kutyakölyöknek volt ugye még 9 társa, és azt elevenen elföldelték úgy, ahogy szokták, vagy vízbe ölték, és egyet, a szomszédban volt, az egyet meghagytak nekem, a Purdét. Akkor, amikor születtem azon a napon, Dobóba született egy kis csikó, de ellés közben elpusztult az anyja. És azt nevelgették cuszmival egy hétig, meddig is meghallották, hogy Kányádi Miklósnak van a Lafalván hogy hívják, csikós kancája. És akkor elhozták és odaadták. Édesapám megvette 6 vég a piros belű körtéjé a csikót, és az egy nagyon érelmes csikó volt. Almás szürkének született, aztán a végén már fehér volt. Őt 18 éves korában ették meg a farkasok. A kutya 10 éves korában pusztult el. Emlékszem, hogy a nyőstény kutya volt, és megkelt az emlője, és gennyezett, és én fejtem ki a gennyet, mert olyan hálás volt, feküdt a szalmak azzal, és volt 2 kemény emlő, ami nem, egy kicsit undorító, amit most mondok. Így szívtam ki, és megnyalta a homlokomat a kutya. Szóval ő is elpusztult, ez Purdé. És hát ezért írtam, én ilyesmiért írtam, és azt mondja, Purdé. Egyszer még tudom, fölvonít a holdra. Érettem vonít majd Purdé, gyermekkorom füstszínű drága társa, megnyalja lecsüngő, vagy már egymásra illesztett kezem. Könnyet is ejt, gyönyör 2 szeméből, hogy van. Én is hetekig sírattam, tehetetlen, ódalvást ugrik,
Szent Mihály földig letakarom a szűgyétől, s farkát behúzva elindul előttem. Ő tudja már hová.